Karácsony Gergely ismét hazudott. Micsoda meglepetés, nézzétek, egészen máshogy cseng ez a videó, miután kiderült, hogy a balosok nem 3, hanem 4 milliárdot kaptak külföldről. Februárban csináltam önnel egy interjút a Lehel téren, amikor indult az országgyűlési kampány, és akkor megkérdeztem, hogy van-e külföldi pénz az ellenzék kampányában? Jó kérdés, lássuk, sikerült-e igazat mondani a főpolgármester úrnak? Eleve van-e pénz az ellenzék kampányában, tehát nincs, nem is lehet, és nem is lenne helyes. Nem emlékszem erre az interjúra. Ezek szerint Karácsony Gergely teljesen megfeledkezett 4 milliárd forintról a haverjáról, akinek egyébként esküvői tanúja is volt, és az egész balos kampányról, interjústól, dollármédiástól, amerikai pénzestől, 99 mozgalmastól, mindenestől. Mi történhetett? Ex memoria! Kínos, mert bizony Karácsony Gergely hazudik, az amerikai baloldal pénzét neki szentek. Cél az nem Márki-Zay Péter lett volna, hanem ők ugye a 99 mozgalmat és ezen keresztül Karácsony Gergelyt szánták nekünk. Kapott belőle ő is, úgyhogy ideje lenne tiszta vizet önteni a pohárba, mert úgyis kiderül minden.